Köszöntök mindenkit! Én Liszmér Zsuzsa vagyok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központból, és egy pár tudnivalót szeretnék megosztani önökkel. A mai webináriumot Hipik Angéla fogja tartani a Mi Schooling Digitális Téma Hét 2018 projekt címmel. Az előadás során lehet tőle kérdezni, de a végén is nyugodtan írásba a chat ablakban. El szeretném mondani, hogy a jövő héten is lesz webinárium, hamarosan meghirdetjük őket, úgyhogy a különböző fórumokon lehet majd jelentkezni rájuk. Valamint az országosan több helyszínen műhely munkákat tartunk, ahova várjuk az érdeklődőket, ez a jövő hét folyamán és az utána való héten lesznek, és a digitális témait honlapján így bővebb leírást is találhatnak, hogy melyik városban kik lesznek az előadók és mik lesznek a témák. És akkor én most át is adnám a szót az előadónak. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! Hipik Angéla vagyok, és a szlovák tanítási nyelvű óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium tanára vagyok. Fizika, matematika és informatika szakos tanár vagyok, de ebben az évben a matematikát és az informatikát tanítom a gimnáziumban. Az iskolánk nagyon támogatja azoknak a módszereknek a kipróbálását, amelyek újszerűek, és megtalálják a hangot a mai diákkal, hisz mindannyian tudjuk, hogy a mai diák nem ér rá, mindent azonnal látni akar, csak a kihívás érdekli, és hát így elég nehéz a személyiségét megérinteni. Én számos konferencián, webináriumon jártam, és gyűjtöttem azokat a módszereket, amelyeket néhányan kipróbáltak, és számunkra elmondták, és most úgy döntöttem, hogy én is mesélek arról, hogy mit sikerült iskolánkban kipróbálni. Két vonalat erősítettünk a digitális témahét és a kódolás hete témahét kapcsán. Az egyik az, hogy éljünk a felajánlásokkal, a másik pedig, hogy mi magunk is valamilyen eseményt szervezünk az iskolában. A felajánlások élése során eljutottunk a Telenornak a székházába, ahol gimnazisták és felsős diákok programozókkal beszélgettek, megnézték a munkahelyüket, megismerkedtek egy olyan applikációval, amely a bajba jutott gyerekeknek segít, de a Legyél te is informatikus program kapcsán 13 fantasztikus előadó volt nálunk az ősszel, és 4 témában, 8 csoportban beszélgettek diákjainkkal az internetnek a veszélyeiről, a médiatudatosságról, nagyon sikeres volt az a nap is. De az iskolai eseményeknek a szervezése az talán még nagyobb dió, és ha onnét visszajelzés jön számunkra, mind a diákok, mind a kollégák részéről, általában pozitív visszajelzés, akkor azt hiszem, hogy megérte csinálni. A 2017-es évben kezdtem ebben az iskolában a digitális témahét szervezését. Akkor az egészséghét kapcsán egy tudományos éttermet nyitott a 9. osztály, és a tudományos étteremben bemutatta a kiterjesztett valóságot, illetve azt, hogy az apok és a kütyük azok miként befolyásolják az egészséges életmódot. Ezekről néhány képet látok itt ezen a dián. Nagyon sikeres volt az a projekt is, de ekkor a 9. évfolyam vett csupán részt rajta. A 2018-as évben viszont az egész gimnáziumot megmozgatta ez a Mi Schooling projekt. Abban az évben 2 projekttel is indultunk, az egyik a kicsiknek szólt, 6-osokkal dolgoztam, elődeink konyhájából címszó alatt ment a projekt, ami a Tardosi iskola tanáraitól indult, és közösen létrehoztunk egy
e-receptkönyvet, amelyben szövegek, videók, képek dokumentálják azt, hogy hogy is kell szlovák hagyományos ételeket készíteni. A projekt végén sütit is készítettünk a gyerekekkel, nagyon örültek a projekt végén, mert hogy nagy dolgot hoztak létre. De ami miatt ma itt vagyunk este, az a Michulink projekt. Az egész gimnáziumot megmozgatta, azt azért tudni kell, hogy mi egy kis létszámú iskola vagyunk. A legtöbb diánk 15-16 fővel a 12. és a 9. évfolyamra jár jelenleg. Ezért talán könnyebb az egész iskola megmozgatása számunkra, mint egy nagyobb létszámú iskolában. Egy mini projektet szerveztünk ebben az évben. A mini projektnek a szerveződése az én ötletem volt, és a vezetőség hozzáállás az nagyon pozitív volt, amikor ezzel az ötlettel előálltam. Nagyon fontos, és ezt szerintem mindannyian érzitek, hogy akkor tudunk csak ilyen új dolgokat bevinni az iskolába, hogyha a vezetőség támogatja, és persze kollégákat is tudunk magunk mellé beszervezni. Hát mi is az a projekt? Tulajdonképpen ugye tanároknak, diákoknak a tevékenységén alapuló pedagógiai módszer. A megismerési folyamatot projekteknek a sorozataként képzeli ez a módszer. Hát nem egy új keletű, közel 100 éve már ismert volt, de a mai modern pedagógia előtérbe helyezi, és azt gondolom, hogy tényleg a mai diákot megmozgató, megdolgoztató és ismeret átadó módszer, amivel azt hiszem, hogy kicsit közelebb kerülhetünk a diákokhoz, és talán el tudjuk velük hitetni, hogy szükségük van arra, amit mi ki akarunk velük próbáltatni. Mire épül? Tulajdonképpen a diákoknak az érdeklődésére, szükségleteire, a közös tevékenységére. Nagyfokú szabadságot adunk neki, és nagyfokú önállóságot kapnak a projekt során. A legfontosabb azt hiszem az, hogy egy szívből jövő tevékenység legyen, és mindenkinek élményt nyújtson, mert akkor tudunk a leghatékonyabbak lenni. Mi is kell ahhoz, hogy a hármas célt, ami egy ilyen projektnek a célja, teljesíteni tudjuk. A hármas cél, a megértés, az átélés és az ismeretszerzés talán a következő állomásokon érhető el. A kiindulási pont a céloknak a kitűzése, és a kihíváson, a tervezésen keresztül, a kivitelezésen, amely eredményt nyújt, eljutunk a zárásig és az értékelésig. Ide írtam néhány projekt jellemzőt, amelyek közül kettőt nagyon fontosnak tartok. Az egyik az, hogy főszereplő kell legyen a diák. A másik pedig az, hogy a tanár csak mint tanácsadó legyen jelen. Azt hiszem, hogy erre a kettőre, ha nagyon figyelünk, akkor hasznosan és ismeretet átadva tudjuk a projektet véghez vinni és zárni a végén. Mi is kell egy ilyen projekthez, hogyan indul, hogy csináltuk mi? Hát tulajdonképpen már az augusztusi értekezleten összedugtuk a fejünket, hát így indul. Néhány kollégát megkérdezek, és aztán kapom a választ. Ötlet, mert ha van, akkor csinálhatjuk nyugodtan. Az ötlet nem mindig jön augusztusban, de addigra, mire elérkeznek ezek a témahetek, addigra megszületik az ötlet is. Az ötlet nagyon fontos, mert hogy utána azokat az állomásokat, amelyeket kialakítunk, azokat már ahhoz tudjuk alakítani. Nálunk mi volt?
Nagyon kevés diák jelentkezett abban az évben iskolánkba, és szerettük volna, hogyha valahogy népszerűsítjük az iskolát. Nagyon kis létszámú a szlovák nemzetiség, amely itt él Magyarországon, és kevés diák jön hozzánk. Összedugtuk a fejünket, mit lehet csinálni. Talán egy ütős videó az, amivel meg lehet fogni őket, és a videónak a lejátszása egy-egy ilyen nyílt napon, vagy a felhasználók számára a weblapon megjelenítve kedvet csinálhatunk az iskolához. Na de nincs videónk, mit csináljunk? És akkor jött az ötlet, hogy hát a gyerekeknek ott van a kezében a telefon, a telefonnal állandóan képeket, fényképeket készítenek, akkor legyen az a digitális témahétnek a célja, hogy hozzunk létre egy ilyen videót. Úgyhogy már meg is fogalmaztuk a célt, hogyan. Érjük el azt a vezetőségnél, hogy egy teljes napot tudjunk rászánni. Tudjuk, hogy ez is kevés, mert ahhoz, hogy jó felvételeket készítsünk, jó képek készüljenek, jó hanganyaggal, ahhoz nagyon sok ismeretre lenne szükség. Mindezeket átadni bizony egy délelőtt folyamán nem igazán lehet. Hallottam iskolákat, akik egész évet szánnak erre. Mi úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hát ha egy ilyen mini projektbe belefér ez is. Konkrétan milyen kihívást fogalmaztunk meg? Együtt a diákokkal elkezdtünk gondolkodni. A délelőtt azzal indult, hogy egy ilyen gondolatébresztő előadást tartottunk nekik, amely előadás során a mai digitális világot szerettük volna együtt, velük együtt jellemezni. Azért mondom, hogy együtt, mert hogy az ő véleményükre kíváncsiak voltunk, és szerettük volna, hogyha ez a projekt olyan lenne, hogy az ő szemszögükből mutassa be az iskolát. Sikerült egy kolléganőmet beszervezni, és vele együtt látható a dián, hogy a Mentimetert és a Plikerst hívtuk segítségül a véleménynyilvánításra, illetve egy kis kedvcsinálás a kvízként. Olyan jellegű kérdéseket tettünk föl, hogy mit szólna ma Széchenyi ehhez a digitális világhoz, hisz van egy jó idézet, amit gyakran szoktak tőle idézni, a kiművelt emberfő, ennél lejjebb nem bocsátkozhatunk, és kíváncsiak voltunk, hogy mivel egészítené ki a mai fiatalság ezt az idézetet, kis rávezetéssel megérkezett a digitális szó, tehát a kiművelt digitális emberfőt kellene ma már mondja Széchenyi. Vagy kolléganőm a Facebook születésével kapcsolatosan tett föl érdekes kérdéseket, és azt kell mondjam, hogy még talán jobban élvezték a diákok a Plikerst felületet, mint a Mentimetert, amikor a telefonjukon keresztül kellett válaszolniuk. Itt a képernyőn láthatjátok is a magasba emelik válaszaikat azokkal a kis kódkártyákkal, hogy kolléganőm be tudja szkennelni a válaszokat. Fontosnak tartottuk azt, hogy megmutassuk neki azt, hogy mások hogyan csinálják, és kiválasztottunk néhány iskolának a videóját. Volt köztük általános iskola, egyetem, gimnázium, de nemzetiségi iskola is, hogy mégis lássuk, hogy a mi profilunk az hogy fér bele, és véleményt nyilvánítottunk akkor is. Voltak olyan momentumok, amelyek nagyon tetszettek a diákoknak. Persze azonnal felvetődött a probléma is, hogy hát nekünk nincsen drónunk, tehát nem tudjuk úgy megalkotni a videónkat, mint ahogy a
Corvinus tette, és így tovább. Ezért szükség volt arra, hogy ötleteljünk együtt. Mégis mi, a mi eszközeinkkel, hogyan tudjuk kivitelezni ezt a dolgot. Az ötletbőzét az úgynevezett canvas módszerrel próbáltuk kivitelezni. Nem tudom, hogy ismerős-e. Tulajdonképpen egy pénzügyi tervezet létrehozásának a módszere ez. Itt alul láthatók a képnek néhány kártyája, amelyet esetleg meg is tudnék osztani, mert hogy megnyitottam itt a képernyőmön, azonnal ezt leteszem, mert ezzel egy kicsit később szeretnék beszélni, és meg is leltem. Tehát itt vannak a kis kártyák. Mi arra helyeztük a hangsúlyt, hogy öt kérdésben véleményüket alkossák meg a diákok, milyen kulcstevékenységek szükségesek ahhoz, hogy videót hozzunk létre, milyen erőforrásaink vannak, kivel tudunk együtt dolgozni a nap folyamán, és hogy mi lesz a sikerünknek a titka. Sajnos nem tudtuk úgy kivitelezni, hogy minden diák föl tudja írni rá a véleményét. Ez valószínűleg több iskolában is gondot okoz, gondolom, a wifi-nek a nagyon széles sávja, amit mi iskolánk is birtokol. Ezért úgy döntöttem, hogy csak néhány diákkal osztom meg, és a véleményeket offline felületen, a táblán kis checklikkel megoldottuk, és az a néhány diák, aki rendelkezett azzal a joggal, hogy megosztottam számára ezeket a kis kártyákat, nekik be kellett írniuk a véleményeket, és nagyon jó ötletek születtek, például az erőforrásainknál Albert a robotot is fölvetették, vagy azt, hogy előnyös lenne a környezetet is bemutatni az iskolában, és hogy mielőtt kikerülne a nagyvilág elé, a dök is nézze meg ezt a videót, mert hogy neki is véleménynyilvánítási jogot adnánk. Akkor most gyorsan a doksihoz visszamennék, és folytatnám a dokumentumban. Rendben. Szóval valahogy így eljutottunk oda, hogy most már voltak ötleteink, már csak neki kellett fogni a munkának. Mielőtt még azt a munkát bemutatnám, azért ide írtam egy pályázatunkat, mert szerettünk volna kedvet csinálni az egészhez. Az akkori magyar tanárunk egy frappáns pályázatot fogalmazott meg, amely pályázat során kerestük az iskolának a reklám arcát. Olyan kis szelfiket vártunk, ahol megosztották a diákok egymás között azokat a pillanatokat, amelyeket arra érdemesnek tartották az iskolában. El kell mondjam, hogy a legszentimentálisabbak a végzősök voltak, úgy látszik érezték azt, hogy már ők el fognak menni ebből az iskolából. Tehát ezt előre kiírtuk, és a projektnap végén értékeltük ezt a pályázatot. Ugye említettem az elején, hogy a megoldási terv a következő állomás. Mit tettünk mi? A diára én megpróbáltam besűríteni néhány dolgot. A megoldási tervünk az egy gyakorlatilag forgatókönyv megszületése volt, amelyet a vezetőség elé is tudtunk tárni. A végén én egy Drive felületre föltettem ezeket a dokumentumokat, és hogyha igénylitek, akkor ezt megosztom veletek, mert nyilván ezeket a apró betűket nem lehet itt elolvasni. De annyit azért elmondok, hogy itt leírtuk, gyakorlatilag lesz egy plenáris ülés, ötletbőrzénk, és utána elmegyünk, öt csoportban fogunk dolgozni,
és miután a munkát elvégeztük, akkor visszajövünk, és bemutatjuk egymásnak, hogy mit is csináltunk. Itt jobb oldalon pedig a diákoknak a csoportba rendezését helyeztem el, ugyanis nagyon fontosnak tartom egy projekt során, hogy hogyan is osztjuk be a gyerekeket. Persze vannak célok. Mi a célunk a projekt során? Azt, hogy olyan diákokat is bevonjuk, akik nem szeretnek egymással együtt dolgozni, mert szeretnénk őket rábírni a munkára, vagy az a célunk, hogy egy mindenkinek élményt nyújtó projekt legyen, akkor más és más szempontok szerint osztjuk be. A mi célunk az volt, kolléganőkkel megbeszéltük, hogy érdeklődésükör szerint, és valamelyest kompetencia szerint osszuk már be ezeket a gyerekeket. Na de hova? Szerveztünk egy hagyományőrző csapatot, akiknek az volt a feladata, hogy flashmobot hozzanak létre. Természetesen ide olyan diákokat vártunk, akiknek fontos a tánc, az ének, és mindezt a nemzetiség táncával és énekével fűszerezve. Voltak, akik bejárták az iskolát és a kollégiumot. Ide olyan diákokat szerveztünk be, akik a színjátszó csoportban szeretnek dolgozni, szeretik magukat megmutatni, akár a mindennapok, akár az online felületen, és azt hiszem, hogy jó kis csapatokat választottunk együtt a kollégákkal. Természetesen megint itt előnyt jelentett az, hogy itt ismerjük az egész iskolát, nagyon családias a környezet, tehát néha még túlságosan is a tulajdonságok előjönnek. Én úgy érzem, hogy van, amikor még hátrányt is jelent ez a nagy közelség. Volt egy csapat, aki faliúságot készített. A faliúság készítésénél én nagyon fontosnak tartottam, hogy azokat az eszközöket használjuk, amelyeket akár informatika órán is megtettünk, vagy más projekt kapcsán, és a kiterjesztett valóság az, ami számomra fontos volt. Ezzel kapcsolatosan én szeretném megmutatni az egyik kis videót, amely az informatika terembe készült a munka során. Csinálj, Lajos! Amikor is a gyerekek elkészít, hogy eljutni mondjuk az általános iskolába. Tehát ez egy nyersanyag. Tehát ugyanaz volt a lényeg, hogy a képeket, amit majd az offline felületen elhelyezünk, azokat is tegyük digitálissá, és a Kódrik szervezésével kapcsolatosan csináltunk egy ilyen kiterjesztett valóságot, ahol a kódolás hetén, hát létrehozott objektumokat vagy produktumokat mutattunk be. A projekt bemutatását akkor folytatnám az eredményeknek a kijelölésével. Itt ezen a dián én az iskola bejárás és a kollégium élet bemutatása feladatlapot szúrtam ide, de minden egyes csapat megkapott egy ilyen feladatlapot. Egy Padlet felületen osztottam meg akkor, hát sajnos most már fizetőssé vált, de szerencsénkre az eddigi fiókok azok működnek, úgyhogy mi tudjuk használni. Ahogy látjátok, QR kódokkal értékel azokat a felületeket, ahova el lehetett helyezni az anyagokat, illetve ahonnét segítséget lehetett szerezni a projekt során. Én azért minden csapatnak kinyomtattam, mert félve attól, hogy mi van, ha nem érjük el digitálisan is őket, de szerencsénk volt,
egész nap működött a net is. Egy problémánk volt, rettentő sok anyag született, és ahogy azt én elképzeltem, hogy a Drive felületre föltöltjük az informatika terembe, ez egy kicsit nehézkesen ment. Egyrészt a diákok a felvételeket el tudják készíteni a telefonjukról, de hogy azt már hogy osszuk meg, miként jusson el, az már egy kicsit gondot okozott, leleményességre volt szükség, és sajnos átnyúlt a következő napokra is. A végén én a Megának a felületére töltöttem föl mindent, mert azok a diákok, akik aztán együtt szerették volna látni az egész anyagot, azoknak létrehoztam itt egy felületet páromnak a segítségével, és oda töltöttük fel ezt a nagy mennyiségű anyagot, úgyhogy erre nem voltunk teljesen fölkészülve, de úgy gondolom, hogy ez is a projektnek a része, hogy mi magunk is tanuljunk, és a következő projektet már ezeknek a hibáknak a kiküszöböléseivel indítsuk és vezényeljük le. És a kivitelezés. Próbáltam besűríteni egy diában nagyon-nagyon sok képet a projektünkről. Ennek picit hátránya lehet az, hogy nem látható minden kép, de próbálok információt átadni róla. A Drive felület itt található, amit megosztottam, illetve az egyes csapatoknak a munkáit. Itt alul még a plenáris ülésnek a képei látható, és azok a felületek, amelyeken dolgoztunk, ugye itt a Mentimeter, a Plickers-nek a felülete kolléganőm által, a sportesemények, tornaterem, edzőteremnek a bemutatásáról kiváló képek, mozgó anyagok készültek, ugyanúgy a kollégiumnál, és teljesen megkoreográfálták azokat a kis videó részleteket, amit fölvettek a diákok este, illetve a reggeli órákban, vagy az ebédlőben. Nagyon tetszett, ahogy ezt kivitelezték. Az interjúk sajnos nem tudtak bekerülni a videóba, nagyon rossz volt a hangminőségük, úgyhogy látom már azt, hogy egy olyan projektet kell majd indítani, ahol ezekkel picit foglalkozunk, hogy ha a hang a fontos, akkor arra hogyan figyeljünk, vagy a fényeknek az esése, hogy ne szembe jöjjön a fény, amikor fölvesszük azokat a dolgokat. Úgyhogy van még mit tanulni, de azt hiszem, hogy nyitottak vagyunk minden téren. A hibákat megbeszéltük együtt. Nagyon fontosnak találom azt, hogy a diákokkal is, és a kollégákkal is megbeszéljük, hogy ennek a napnak mi volt az előnye, hátránya, esetleg hibája, illetve azt, amit nagyon-nagyon jól csináltunk, arról is beszéljünk, mert hisz ez visz előre bennünket. És ahogy azt egyszer Fűző Attila az egyik webináriumában, vagy talán valamelyik konferencia előadásában hallottam, már pontosan nem tudom, mint egy falat kenyér, úgy kell nekünk az értékelés. Tehát a projektnek a zárásánál, értékelésénél sok mindenre oda kell figyelni. Én most ide a dokumentumokat helyeztem el, de amikor beérkeztünk oda a terembe, ugye egy nagy-nagy feladatunk az mindenképp volt, mert hogy az egyik csapat fordított órát készített, és ezt a fordított órát ott a mi segítségünkkel újból eljátszották, az angol órát mutatták be. Nagyon szerettük volna látni azt, hogy ők hogyan képzelik el egy ilyen angol órának a lebonyolítását. Azt hiszem, hogy nem mertek nyúlni
azokhoz az eszközökhöz, amelyekkel azért nap mint nap élnek és kritizálnak bennünket, de jól megoldották a feladatot. Az ilyen projektnek az értékelése nagyon nehéz. Nem lehet úgy értékelni, mint egy hagyományos órát. És ha valaki tegnap látta a Prievara Tibornak a webináriumát, ő bemutatott egy értékelő rendszert. Ha nem láttátok, akkor én javaslom, hogy nézzétek meg az ő videóját, amit megosztanak a YouTube csatornájukon, mert hogy érdekes volt az az értékelő rendszer is. Mi mit készítettünk? Minden diákról szerettem volna visszajelzést kapni, ezért a kísérőket, tehát kollégáimat megkértem arra, hogy figyeljenek. Nyissák ki a szemüket, ki az aktív, ki működik együtt társaival, hogyan kommunikálnak egymással, ki végez kiemelkedő feladatot, ki kreatív. Ezeket a szempontokat összefoglaltam egy táblázatba, és a csapatok, illetve csapatnevekkel együtt odaadtam kollégáimnak, illetve azoknak a kollégáknak, akik már digitális bevándorlóként közös dokumentummal is tudtak dolgozni. Igyekszem őket tanítani, de nagyon lassú a folyamat. Tehát egy kollégám már ki tudta tölteni a közös dokumentumban, a többiek papíron töltötték ki. 0 és 5 pont között lehetett értékelni a diákokat. Illetve a másik értékelő rendszer, az pedig egy ilyen értékelő táblázat, illetve hát nem is egy, hanem minden produktumhoz készítettünk. Ezeket is arra a Drive felülete fölraktam, tehát majd meg lehet nézni. A videó készítését lehet itt látni, illetve talán a faluság készítésének a táblázata látható. Itt konkrétan leírtam azt, hogy mit kell ahhoz teljesíteni, hogy egy-egy ilyen szintet elérjünk. Én ugyan megosztottam velük, de a munka során nem láttam, hogy ezt az értékelő táblázatot használták volna, úgyhogy azt gondolom, hogy erre majd nagyobb figyelmet fogunk fordítani a következőkben, hiszen ez előre vitte volna a munkájukat, mert hogy ötletek is vannak benne, mire figyeljenek oda. Az értékeléshez hozzátartozott még egy űrlapnak a kitöltése, amely jól működött már az egészségnapon. Az egészségnapon a szekció foglalkozások előtt kaptak egy ilyen kis kártyácskát, amelyen minden egyes helyszínen igazoltatni kellett, hogy részt vegyenek. A kártya túloldalára helyeztem el a linket, ahol az egész projektnek az értékelését meg lehetett tenni. Na most ez nem történt meg, most csak megosztottam a közösségi oldalunkon, illetve a honlapunkon. Hát azt kell mondjam szomorúan, hogy egyetlen egy válasz sem érkezett. Úgyhogy ebből azt a tanulságot vontam le, hogyha én nem nyújtom oda nekik a lehetőséget, akkor nem élnek vele. Persze ezt megbeszéltük utána később, mert hogy sokáig téma volt még. A fórum, ahol lehetett még erről beszélgetni, az inkább az informatika óra volt, és én azt hiszem, hogy a pontokat érdemes volt beváltani egy-egy informatika jegyre, mert hogy azokat az arcokat, amikor négyeseket és ötösöket írva megjelentek előttem a diákarcok, azt gondolom, hogy ez magáért beszélt. Dolgoztam, kaptam érte jó jegyet, nem ez kellene, tudom, számos webináriumon a játékosítás és mindenféle tornyoknak az építése,
Ezt én még nem tudtam kipróbálni, hogy azok a kollégák, akiktől ezeket a lehetőségeket már megtudtam és elleshettem, azoknak nagyon köszönöm, és egyszer ki is fogom próbálni, de ez most így működött. A végére a projekt bemutatómnak én elhelyeztem ide egy kis képet a videóról. A videóból néhány részletet itt szeretnék még nektek levetíteni, és közben én megnézném, hogy érkeztek-e kérdések, és arra megpróbálok választ adni. Itt én nagyon magyarázok a plenáris ülésen, de csak tényleg ezen voltam aktív szereplő, a többinél csak tanácsadó, és nagyon-nagyon örülök, hogy kollégáimat be tudtam szervezni erre a munkára. Azt értem el a tavalyi projekttel, hogy ebben az évben már a kódolás hetén és a mostani digitális témahétre már csak egy szóval kellett jeleznem, hogy megvan az ötlet, bár én tőlük is nagyon-nagyon várom az ötleteket. Még ez nem érkezett el ez a pillanat, de szerintem ez is eljön. Benne vagyunk, Angi, mondjad, mit csináljunk, és csináljuk, segítünk. Mert hogy idén is tervezzük, most a Sprégó programot egy Semi Unplugged fejlesztő felületez. Debrecenben a digitális oktatási konferencián találkoztam a debreceni egyetemistákkal, akik ezt fejlesztik, illetve tanárokkal, és sikerült őket beszerveznem, és a digitális téma hét utáni héten eljönnek iskolánkba, és bemutatják nekünk ezt a projektet, hát kíváncsian várom. A táblázatkezelőnek a függvényeit próbálják meg olyan környezetbe átültetni, ami a mai diákhoz közelebb áll. Ő maguk tudják avatarként kipróbálni a keresőfüggvényeket, a hafüggvényeket egymásba ágyazva, stb. Tehát remélem, hogy jó kis projekt jön ebből is. A videót úgy tudom lejátszani, hogy megint kilépek ebből a felületből, és a másik dokumentumot osztom meg, mégpedig már is nézem a suli videónk. Ebből csak néhány részletet vetítenék itt le nektek, és közben, engedi, ha nem, akkor majd leállítom. Ez pont itt a flash mobunk már. A zenei olajfestést azt az énekkarunk adta. Nagyon örültem neki, hogy nem kellett más zenét keresnünk, mert az énekkar kicsit lassú, kicsit gyors dallamokat nekünk ajándékozott, amikor énekeltem, és a diákjaink azt hiszem, hogy nagyon jól álltak a helyüket, általános iskola osztályait is megmutatták, középiskolában folyamatát is megmutatták. És a itt van a megszerkesztett kollégiuminak, hogy indul a kollégiuminak, és egész iskola a flashmobot.
táncol, és azt hiszem, hogy a hangulatot vissza is adja ez a videó. Az egész videót egyébként meg lehet tekinteni az iskolának a honlapján, és na, és akkor visszamegyek itt a dokumentumhoz, és akkor nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Én ennyit szerettem volna elmondani nektek. Aki még nem csinált projektet, én azt gondolom, hogy vágjon bele, érdemes. Nagyon-nagyon sok munka, sok időt igényel, de amikor a diákok azt mondják, tanárő, ez nagyon jó volt, mikor lesz a következő, vagy volt egy diák az egészség konferencia szervezése után, hát tanárnő, ebben az iskolában ilyen még nem volt, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat ezen a projekten. És kívánom azt, hogy mindenki, aki ilyet szervez, annak olyan vezetősége legyen, aki mellé áll, és hagyja, hogy projektnapot, projektnapokat szervezzen az iskolában, mert ehhez nagyon az kell. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmeteket, és pláne azt, hogy ilyen késői órában, hétköznap rám szántátok ezt az időt, és akkor most megpróbálok válaszolni a kérdésre, hogyha voltak ilyenek. Kik ők? Már is mondom, Debrecen Egyetem informatikai kara, DNS Nikolett volt és Gulácsi Ádám, aki az előadást tartotta, és Csernok Mária a tanáruk, akikkel fölvettem a kapcsolatot. Így van. Jó. Igen, valóban jó, nekem is nagyon tetszett kipróbálni, még nem próbáltam a diákokkal, de akkor ezt meg is fogjuk tenni. Most igen, 3D-be akarják átírni a Spray-gold. Jó, addig, amíg nem érkeznek kérdések, addig néhány projektet vagy ötletet akkor még elmondanék, hogy mit csináltunk. Az egészségkonferenciát például szó szerint diákkonferenciaként szerveztük meg. Ó, itt még szlovákul is érkezett egy üzenet, köszöntek nekem, úgyhogy köszönöm szépen, pekni becservám, prajem. Szóval az egészségkonferencia, regisztrálniuk kellett, ők tartották a plenáris üléseket, persze előre fölkészültek, a szekciókban pedig ők tartották a foglalkozásokat. A kódolás hetén pedig szabadulószobát szerveztünk, és minden évfolyam valamilyen típusán ennek a szabadulószobának részt vett. A nagyobbak a kódolásos technikákat ismerték meg, a kisebbek pedig legovárost építették meg, és abban porockált a méhecske. Ott meg kellett szerezni nekik a dobozokból a kis Lego építőket, a másik csapatnál pedig be kellett jutni Robinson bácsi számítógépébe, vagyis a felhasználó nevet, illetve jelszót kellett megtudniuk. Azt hiszem, hogy én itt legalábbis több kérdést nem látok. Igen, most éppen valaki ír. Akkor azt még megvárom, és utána elköszönök tőletek. Ja, már is. A vágólapra teszem a dokumentumokat, és a linket megosztom. Oké. Okay.
Azt nem tett. Ja, de ide tettem, csak meg kell keresnem. Oké. Jó. A dokumentumoknak az elérhetősége ezen a Drive felületen, és a mi sulinknak a Padlet felületét is megosztom akkor veletek. Jó. A jelszó, amivel be tudtok lépni, ez az utolsó szó, hogy a mi sulink, és akkor meg tudjátok nézni azokat a dokumentumokat ott a Padlet felületén is, de én beleraktam a Drive felületébe is a dokumentumokat. Még amit ide készítettem, az üzikészítőnek a linkjei voltak, bár erre könnyen rá tudtok ti is keresni, ott az elején, ahogy ott a kis telefonokban az üzenetet meg elkészítettem. Kettő van itt, de úgy látom, hogy ezt így rosszul csináltam. Már is külön választom őket, és akkor könnyebb lesz nektek azt elérni. Tehát ő az első, illetve kiterjesztett valóság, az pedig az aurazmával készült, akkor azóta én már megismertem más felületeket is, például a vallami felületet, ott lehet ilyen falfirkákat elhelyezni, illetve, amit még kipróbáltam, hirtelen nem jut az eszembe, de majd ott a Drive felületre oda teszem, amivel ilyen bejárós kis kiterjesztett valóság feladatokat lehet a gyerekekkel megosztani. Jó, nem jut eszembe, nem is gondolkodom. Ezeket a linkeket is akkor beteszem oda a Drive felületre, és akkor el tudjátok érni. Az aurazmának annyi hátránya van, hogy ott követni kell azt, akinek a munkáját látni akarom, tehát amikor a fali újságra elhelyeztük, akkor oda információkat is kellett elhelyezni róla, hogy kit kell követni. Másik árnak a neve. Jó, szerintem lehet, hogy itt valamelyik papíromon itt esetleg oda is írtam volna. Az aurazmának egyébként arra lett a neve, tehát ő már egy másik, de mondom én inkább a vallami, tehát az ilyen falfirkáknak az elhelyezése. Én arra gondoltam, hogy egy projekt során talán az iskolának a falain lehet ezeket elhelyezni, és akkor egy vetélkedőt, oda a kérdéseket, és akkor annak kapcsán talán ilyen jellegű dologra lehetne fölhasználni. A másikat meg akkor majd beteszem oda a Drive felületre. Jó. Hogyha más kérdésetek nincsen, akkor én elköszönök, és még egyszer nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy meghallgattatok, Köszönjük szántatok szépen rám Angélának az érdekes időt. előadást. Reméljük hasznos információkat, ismereteket szereztek az este folyamán. Mindenkinek köszönjük a részvételt, szép estét kívánunk, és várunk mindenkit a többi webináriumra és a workshopokra. Köszönjük!